ezt ne csinál. Magyarország minden régiójában, sőt a határon túli magyar lakta nagyvárosokban is a Fesztivál Akadémia Budapest világhírű zeneművészek bevonásával egész évben ingyenes oktatást ad. Csütörtökön a Művészeti Szakgimnázium adott otthont az országjáró mesterkurzus sorozat szombathelyi programjának. Feltérképezzük az ország alap- és zenei, középfokú zenei oktatásának helyzetét, ami aztán később az oktatási üggyel egészen magas szintű ilyen, hogy mondjam, tehát szakmai beszélgetésekbe, sőt aztán egészen az oktatási rendszerbe való belenyúlásig is eljutunk, mert úgy érezzük, hogy nagyon fontos egy ország zene életének a feltérképezése után, hogy segítsünk, ahol csak tudunk. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár jelentős magyar szólistákkal összefogva 4 évvel ezelőtt indította el a nagy léptékű zenei oktatóprogramot. A szombathelyi iskolában 3 teremben tartottak intenzív foglalkozást az ifjú muzsikusoknak. Az elején bennem volt az a kis izgalom, hiszen ez nem volt egy mindennapi alkalom és lehetőség. Viszont a végére úgy éreztem, hogy abszolút fel tudtam szabadulni, és mindent bele tudtam adni. Boldogságot, bánatot, ami csak volt. A mesterkurzus a tehetségek feltérképezése és segítése mellett a zenepedagógusok továbbképzéséről is szól. Fiatal tanárként nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy fejlődjünk a tanításban, és nagyon sok új meglátást adnak ők, valamint rengeteget lehet tőlük kérdezni, és akármilyen technikai vagy zenei problémában mindig segítenek számunkra. A Fesztivál Akadémia egész éves munkáját a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja.